én elkezdtem közben az ecsetes szivárványfestéshez, amihez múlt alkalommal voltak ilyen rövid ceruzák, amik nagyon praktikusak voltak, de nem kellett elvágni, de ezekhez most el kell vágni a hosszabb ceruzákat, ugyanolyan hosszúságúra, illetve nincsen faragó se. Antonio Gomez munkája 1996-ból. És nem is muszáj mindig szivárvány színűt kirakni. Érdemes rakni már az előkészített ecsetbe, amiből ki lett a szőr harapófogóval szedve. Csak itt most nem egyenlő a kiszedett szőrnek a helye. A ceruzák vastagságával? Nem, hanem a terep alul elég göröngyös. És akkor így érdemes egy ilyen. Ez egy kicsit szabálytalan lett, de azért szép. Úgyhogy ezek maradtak még a pakit monumenthez.